1849. augusztusában a totális katonai megsemmisülést megelőzendő a magyar csapatok letették a fegyvert világosnál. Mindezt az oroszok előtt remélvén, hogy a megtorlást el tudják kerülni. Ennek ellenére az elkövetkezendő hónapok a birodalom bosszújáról szóltak. Az aradon kivégzett 13 katonatisztre emlékezik minden éven Sátoraja újhelyváros önkormányzata és az Emplén a Magyarságért Alapítvány Széphalmon. A emlékműsort idén a Petőfi Sándor Református Általános Iskola diákjai adták. Az alapítvány elnöke bevezető gondolatként párhuzamot vont a múlt és jelen között. Halálukig magyarságunk szabadságáért, megmaradásáért küzdöttek, erős, birodalmi törekvésekkel szembe És ha már csak ennyiből indulok is ki, azt hiszem egyetértetünk abban, hogy egy különös, Minősített időben élünk egy olyan birodalomépítő, mégis dementálódó virágkorszakban, amelyben a népek egyre inkább elfelejtik, hogy honnét jöttek, hogy mi a küldetésük, hogy mi az értékük Isten teremtett világában. És a szomorú helyzet az, hogy már nem is zavarja őket, hogy gyökértelenül, identitásvesztetten, ördögszekér módjára sodródó közösségekké lesznek. Az eseményen Szamos Vögyi Péter polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy nem csak a 13-akra és még csak nem is a többi kivégzetre, hanem azokra is emlékeznünk kell, akik élve szenvedték végig a megtorlásokat. 120 embert végeztek ki két-három hónap alatt, 49-ben, és több száz ember zártak börtönbe, több száz tisztet fokoztak le közlegényé, és sorozták be az osztrák-magyar, akkor még csak osztrák hadseregbe, már és bakaként kiszolgáltatva a legrosszabb kiképző vagy vezető tiszteknek, örmestereknek, tizedeseknek kellett elviselniük több éven keresztül ezt a megálasztatást. Ennek következtében családok szakadtak szét, gyermekek, gyermekek, maradtak apa nélkül, csak évekkel később kerülhettek haza. A hősök sokszor névtelenül sokkal többen voltak. Az idei év ünnepi szónoka Gerlai Pál, a borsod Hevesi Evangélikus Egyház megye esperese volt. Az 1848-49-es szabadságharc és annak leverése egy olyan tragédia, mely összeköti az egész nemzetet, sőt, nem csak a nemzetet, hanem mindazokat a népeket, amelyek itt akkor éltek és rabigában és elnyomásban szenvedtek. Knézics Károly és Leiningen Westerburg, mind a ketten evangélikusok voltak, luteránusok, de milyen drámája ennek az egész történetnek, hogy kosut lajos, és Görgei Artúr is evangélikusok voltak, és úgy vitáztak, úgy álltak egymással ellentétben az utolsó hónapjaiban, és aztán az utána következő években, hogy mindketten egy felekezethez tartoztak. Az emlékezés koszorúit intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el Kazinci Lajos Honvéd tiszt szobránál.